Vettem egy ilyen láncszegecserő készüléket, kerestem videót, hogy hogyan kell ezt összepakolni, illetve használni, nem nagyon találtam. Ezért most készítettem nektek a láncszegecserővel kapcsolatban egy videót. Nézzétek meg! Na szóval, először leszámolok 60 cm láncot. Ez egy 3/8-os lánc. Első szem, második szem, harmadik szem, negyedik szem, ötödik, 44, 45, 46, 7, 8, 9, 10, az 50 szemes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. szem. Ilyenkor ezt meg szoktam fogni. Megvan a 60. szemünk. Megfogom, és oda teszem a lánc szegecs kinyomó, vagy igen, kinyomó alá. És akkor ő volt az a szem, ezért egy szegecset, ami utána most ki fogja nyomni. Nézzük meg, hogy középen legyen. Nézzük meg, hogy miért. És akkor most figyeljétek, majd lesz lassítva. Második. Ismét egyet közelebbről. Megfogom. Másikat is. Érdemes újra rátenni a szem. A vezető szem felfeküdjön itt. Itt felfeküdjön, meg itt a tetején is. Így. Ha felfekszik, hogy nem fog leesni. Úgyhogy ez volt itt. Ez volt a szegecs kinyomás. Egy darab láncot leválasztottam bele így a szegecsből, és ezt össze fogom rakni egy teljes lánccá, tehát lánc szegecselés következik. Egy darab ilyen patent szem szerűségig. Hát igazából normál szem, csak szegecselni kell. Na jó, nézzük meg. Itt a láncunk. A láncot felhelyezem ide. Majd tenni egy kis műanyag vezető. Hát lényegében csak megvezető, egy vonalba legyen a dolgokkal. Így néz ki a útszám. Itt van meg az alja. Jó, állva. Úgy.
használhatóak. Itt is van. Olyan. Ezen a hátsó karon egy félkört kell feltekerni, miközben ezt pörgítem. Jó. Ezen lazítok a hátsón. Így, még egyet. Így látjátok. Ez csak ilyen kiszedhetős. És akkor elértünk ide. Most jön a másik. Itt a kész lánc. És akkor kap egy csomagot. Egy dobozolást. Na szóval láttátok, hogy kell egy láncot összerakni, ez alapján te is elkészítheted a láncaidat. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra. Megvárom. Pont ráérek. Na jó. Sziasztok.